Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. június 8-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát! Megemlékezés a trianoni békeszerződésről. Körösvidéki suli kupa. Június 4-e a trianoni békeszerződés napja, amely alkalomból minden évben megemlékezünk az 1920-ban ezen a napon történtekre. A városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren található trianoni emlékműnél zajlott, ahol többek közt Patkós Éva alpolgármester mondott emlékező beszédet, majd a koszorúk elhelyezésére került sor. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró, Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként az első világháborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait, és sok kis multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett. A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért, a 8. rész további cikkeiben és függelékeiben pedig részletesen szabályozzák az ennek következtében teljesítendő jóvátétel feltételeit. Erre az eseményre emlékeztünk városunkban június 4-én a Kossuth Lajos téren található trianoni emlékműnél. A rendezvényen emlékező beszédet mondott Patkós Éva, alpolgármester asszony. Tisztelt emlékező közösség! A 20. századi magyar történelem legtragikusabb eseményének, az ezer éves Magyarország megszüntének egy szóban történő összefoglalása ez, Trianon. Amíg magyar ember él a földön, addig mindig emlékezni kell 1920. június 4-ére, s annak nemzetünket ért súlyos csapásra. A trianoni békediktátum nem csak a területeinket, gazdasági lehetőségeinket és magyarjaink millióit vette el, hanem erőszakosan kettévágta a nemzetté válásunk akkor még évszázadok óta tartó folyamatát. Mintha megtörte volna a nemzetnek a jövőbe betett hitét és a bizalmát önmagában, és ezt egy régi vers, mint a nagyszülőmtől ismertem meg, szemléletesen mutatja meg, mit is éreztek akkor eleink. Írom éjszaknak, írom délnek, amerre rab magyarok élnek, vigyázzatok a riadóra, mikor itt árnyak szállnak lóra, Adriánál sikolt a bóra, az öreg Tátra összemordul, az olt vize forrásra fordul, kéklő vizén a fertő tónak halálmadarak vészre szállnak. Kaszhák nyomán a bánát völgye véres halált ont felhörögve. Vaskos hegyek csodákat szülnek, toronytetőre rémek ülnek, a hajdók újra kardra kapnak, zúgó hajnalán ama napnak, mikor itt gyermek, nő és férfi, akik a sorsuknak szennyét érzi, talpra ugrik, ütött az óra, vigyázzatok a riadóra. Küldöm éjszaknak, küldöm délnek, fertő tavának, olt vizének, hogy az ajkakon lesz még ének. A tárgyalások során a magyar felvetéseket meghallgatták ugyan, azonban végül érdemi változtatások nélkül hagyták jóvá az év eleji tervezetet. 1920. március végén a magyar tárgyaló delegáció gróf Apponyi Albert vezetésével végleg elhagyta a békekonferencia Helsinki-t, Versailles-t és hazautazott Budapestre. A trianoni békeszerződést a Magyar Királyság nevében az 1920. márciusában Horthy Miklós által kinevezett Simonyi Szamadnam kormány képviseletében és felhatalmazásával Bernárd Ágost,
a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és Drascher Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár írt alá. A választás azért esett rájuk, mivel a rangos és közismert politikusok egyike sem akarta magát kompromittálni a hazánkra nézve végzetes és máig is meghatározó trianoni békeszerződés aláírásával. De nézzük meg számokban, mit is veszítettünk. Magyarország területe a trianoni békekötés előtt 282.870 négyzetkilométer volt. Ez június 4-e után 92.607 négyzetkilométerre zsugorodott. Lakosainak száma 18.264.533 lakosról 7.599.246 főre apadt. Elvették tehát a területének több mint kétharmad részét, azaz 190.000 négyzetkilométert. Elszakították a lakosságnak több mint 58%-át, azaz több mint felét, szám szerint 10.600.000 lakost. Hihetetlenül nagy veszteség érte az országot erdők, bányák, kohászati telepek elvételével, a vasúti vonalak teljesen észszerűtlen szétszedésével, természetes folyórendszerének megbolygatásával, régi közművelődési intézmények megszüntetésével. Gyönyörű, szép, fejlődő, haladó életet öltek meg, az erős, ezer éves testet feldarabolták. A magyar népet történelme során mindig az segítette, ha összetudott fogni egy magasztos eszmért, kiállni saját magáért. Már 1925-ben elindult az országzászló mozgalom, mely fennen hirdette Magyarország létjogosultságát, magasztos történelmének újbóli folytatását. Az országzászló a nemzeti összetartozás kifejező eszközévé vált. A magyarság megmaradásának záloga a nemzeti öntudat erős megfogalmazása. Ezt az öntudatot jelképezi Reményik Sándornak a verse is, Erdély magyarjaihoz című verse, amit 1918-ban még a béke diktátum megszületése előtt írt. Idők mélyén bájhat sok halál, sok minden meg lehet, de oly koporsót nem gyárt asztalos, mely minket eltemet. Magyar bárdok ajkán csak újra hajt virágot, lombot ős magyar fánk nyelvünk, s romolhatatlan erőnk árja zeng, örök az élet bennünk. Virrasztottunk, mit ezt halottat már, a lefolytott szó erősebb a jajnál. Nyílt szónál több az allegória, s a vértezett szív a vértezett karnál. A lefeszített rugó izmai nem engednek, de erőt gyűjtenek lassan. Nagyobb erőt gyűjt a nagyobb elnyomás, míg döngve visszapattan. Virasztottunk, mit ezt hallottat már. Áltunk sok vihart. Nekünk ez sem új. Ha kiszaggattak, új gyökeret vertünk. Mi tudjuk, mit jelent bal szél, ha fúj. Nem tagadom. Jöhet még zordidő. Sok mindent nem lehet majd merni. Talán szavunk se lesz. Jajunk se lesz. Csak a szívünk fog verni. De magyarul fog verni. A remény éltet, hogy lesz magyar jövő a történelmi Kárpát-medencében. A remény alapja a rendkívül erős gyökerekkel rendelkező anyanyelvünk, mely biztos alapot szolgál. Az összefogást, együvé tartozást képviseli, s ennek összekapaszkodásnak gyümölcse, hogy 2010-ben megszavazta a parlament a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A külhoni magyar szervezeteket és vállalkozásokat eddig még nem látott mértékű segítésbe fogtunk. A bátor és következetes külpolitika, amely kiáll a külhoni magyarok jogáért, autonómiájáért. Fontos alapkő a keresztényi értékek, hagyományok, melyeket továbbra is védünk, képviselünk, s ebben az évben kaptunk lelki támaszt Ferenc pápa látogatásával, de gondoljunk másikra is, a csíksomlyói búcsúra is, mely az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseménye.
Fontos, hogy a megélt hagyományaink, a kultúránk továbbra is a nemzet egészét jelentse, annak szerves része maradjon. Egyként valljuk Kányádi Sándor gondolatait. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, magyarul tanulunk. Mindennek eredménye az, hogy újra felfedezzük a saját nemzetünket, Erdélytől a Felvidékig, Bácskától az Őrvidékig, s nekünk mezőtúriaknak Sepsikörös-patak Kálnoktól, Árkostól, Törökbecsén át, Sárosfáig. Ez a nap jelképezze a határokon átnyúló összetartozás érzését, az újrakezdés lehetőségét, a túlélés képességét. Az elmúlt 103 év minden nehézségé ellenére is itt vagyunk, és egyre inkább erősödnek közösségeink, mely mindannyiunknak büszkeséggel tölthet el. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Ezt követően a túri olvasókör és a Vadvirág népdalkör műsorára került sor, majd a történelmi egyházak képviselői mondtak imát, és végül a kegyelet az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezésére került sor. Május 21-én a Körösvidéki Horgász Egyesületek szervezésében Körösvidéki Sulikupát rendeztek iskolás gyermekek számára, ahol több helyszínen zajlottak a versenyek, többek közt mezőtúron is. A részletekről Metzger Krisztina, a KHS ifjúsági referense nyilatkozott. Május 21-én került megrendezésre a Körösvidéki Suli Kupa, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének szervezésében. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? A részleteiről is sok minden, de önmagában ez egy országosan teljesen egyedülálló dolog. Egy olyan közös horgászat, ami gyakorlatilag szinte egy időben jelenleg 300 gyermek versenyzett, különböző több mint 10 helyszínen, településen zajlottak az elődöntők, mezőtúron két elődöntő is zajlott, majd a települések elődöntőiből bekerültek a nagy döntőbe a gyerkőcök, ott pedig a Fűszfás-Zugi versenypályán versenyezhettek. Ez számomra talán azért az egyik legfontosabb versenyünk, mert nem csak azt a 300 gyermeket kell nézni, aki versenyzik, ez is önmagában egy remek dolog, hanem a szülőket, a családtagokat, a szervezőket. Ez a verseny gyakorlatilag egy hónapon keresztül folyamatosan 1000 embert mozgat. Ugye a horgássport egy remek sport, remek sporton belül itt is szükség van természetesen a szülőre, szükség van a helyszínekre, a helyi szervezőkre, az összefogásra, a horgászat és a gyerekek szeretetére. Milyen korosztályok nevezhettek be erre a versenyre? Általános iskolai versenyről beszélünk, és ez úgynevezett iskolák közötti csata volt, hogyha lehet ezt így kifejezni. Tehát egy iskolából több csapat is érkezhetett, 3 fős volt egy csapat. Ha 7-es és 8-osok voltak egy csapatban, akkor egy alsóst kellett választani, de lehetett akár 3 alsós is. Tehát 3 fős csapatverseny volt. Mezőtúron is az elődöntőben 3 szektorban versenyeztek a gyerekek, a Fűszfás-Zugi pályán is 3 szektorban, és ott az eredmények döntöttek. Mezőtúr ugye olyan nagy mennyiségben szokott versenyezni, legnagyobb örömömre, hogy mi elküldhettük az első 3 csapatot a döntőbe, és nagyon jól szerepeltek a mezőtúri iskolák csapatai. Mit tudhatunk a rendezvény fő támogatóiról? Ezt a rendezvényt a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége hozta létre, és támogatóként is, és lebonyolítóként is természetesen benne van. A szövetség munkatársai a tagegyesületekkel együtt végzik ezt a hatalmas munkát, mondhatjuk, és szerintem minden évben egy hihetetlen fontos pontja az ifjúsági és gyermekprogramoknak a szövetségen belül.
Ha jól tudom, akkor ez a verseny már sok év óta zajlik, ez hanyadik verseny volt? Hetedik verseny volt, ugye sajnos a Covid miatt ugye kimaradt két verseny is a gyerkőcöknél, de ha minden rendben van, akkor természetesen minden évben megrendezzük, és nagyon komoly díjazása van a versenynek. Egyrészt minden gyermek, aki horgászik, kap díjat, ugyanakkor minden gyermek az elődöntőbe ugyanazzal az etetőanyaggal horgászik, amit mi adunk, ugyanazzal az élőcsanival, tehát csontival, amit szintén mi adunk, és kukoricával. Egy kicsit ugye növelve az esélyegyenlőséget, illetve levéve a szülők válláról a terhet. Természetesen minden gyerekverseny és Sulikupa KHS-en belül ingyenes. És a döntőben lehetett már saját etetőanyagot használni, ott azért volt egy úgynevezett limit, aki ugye horgászik, tudja ezt a szót, tehát volt egy limit, amit ugye a gyerekeknek be lehetett keverni és lehetett használni. Remek versenyzőink vannak, kicsi és kicsit nagyobb korosztályban is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!